Indul a komb Tiszabercerről a folyó túlpartjára. A jármű egyszerre 40 tonnát is képes lenne átvinni, a hajóra azonban egy mezőgazdasági gép vár. A tiszabercelieknek vannak földterületeik a túloldalon, ők használják elsősorban a kompot. Az üzemeltető azt mondja, a környéken kevés az aszfaltos út, ezért ritkán jön személyautó erre. Az út rendben lenne, akkor jobban többen lennének azért, jobban járnának. Erre közelebb lenne Nyíregyház irányba, patak közelebb lenne, csak lenne mű út. Azért idegeneskednek ettől a földútól. Esik egy eső, akkor már agyog, akkor beragadnak. Tereprendezés Dombrádnál a Tiszaparton. Azért dolgoznak itt a közmunkások, mert hamarosan kompjárat indul a településen. Elsősorban turisztikai okai vannak annak, hogy a dombrádiak átkelőt létesítenek a Tiszán. Sikerült az, hogy egy hónap múlva kompunk lesz, és egy 20 tonnás motoros komp, amivel nem csak személyautók, hanem teherautók is átmehetnek a Tiszán, és hogy így akkor nyüzsgőbb lesz az élet a szomszédos kisvárossal összekötve. Térképen mutatjuk, hogy hol van jelenleg Kompa megyében. Tiszaadonyban, Lónyán, Tiszabercelen, Tímárban és Balsán lehet így átkelni a folyón. Időjárástól függően általában márciustól novemberig közlekednek a megyei kompok.